Három órával vagyunk a rajt előtt. Tegnap egy nagyon jó esténk volt. Nem, nagyon régen volt, úgyhogy ki tudtunk menni, ki tudtunk engedni, de enélkül nem tudom, tudtatok volna aludni. Hogy telt az estétek? Én nagyon későn értem vissza. Végignéztem a meccset benne a belvárosban. Nyert a Chelsea szerencsére. De ennek megfelelően mondjuk, amikor lefeküdtem, az nem az az időpont, amikor egyébként lefeküdtem volna. Szerencsére ez később van az első futam is, úgyhogy aludni tudtunk. A warm-up az nem volt annyira megterelő, az a negyed óra, fékvasalás, meg egy-két kör. De hát a telpi volt az állap, amikor mindent akartam, csak nem itt ülni még, és azon rágódni, hogy mi volt rossz. Mi sétáltunk egy picit, ugye Johannával, de én is hasonlóképpen éreztem, mint a Gabi, hogy az időmérő után én azonnal, ha lett volna rá lehetőség, akkor fogtam volna magam, és akkor sétáltam volna ide az erdőbe, vagy valahova, mert tényleg semmi sem alakult úgy, mint ahogy szerettük volna. De azt gondolom, hogy fontos volt az, hogy kicsit ki tudjunk kapcsolni, és egyszerűen a versenypályától a lehető legmesszebb elmenjünk, és semmi gondolat ne legyen a fejemben. Én ismerem mind a kettőtöket, és szerintem Gábor az, aki tényleg nem tud veszteni, de biztos, hogy fogadásba se, pályán se. Norbi jobban viseli, Gábor nehezebben. Jól láttam, nagyon jól nevettek rajta. Azért ismerjük egymást, szerintem a Norbi se tud veszteni, csak ne, rajta nem látszik. Tehát rajtam az látszik, hogy mindjárt megfogom a hegyet, és fejjel lefele berakom a földbe, és akkor lesz egy Marian árok. Nem, hát én ezt most se tudtam elengedni, nyilván még most is vannak olyan dolgok, amik itt reggel kiderültek tegnapról, hogy mi volt más, hogy mit szerettem volna, mi tört el, amit nem kellett, vagy eltörjön, stabilizátor, meg ilyenek. Nem mentegetőzni akarok, mert én is hagytam a pályába, ezt is pontosan tudom, meg látjuk. Ilyenkor azért el kell kezdeni építkezni is, mert ez a mai nap elkezdődött, és valami pozitívat csak találni kell. Én azért nagyon mély gödörben nem voltam, ugye nem olyan sokkal van mögöttünk a hungaroringi hétvége, és nagyon sokáig utána még mindig ugye, a felegekben voltam. Az, hogy most ez rosszabbul jött ki, ez azt mondom, hogy az előzményeket tekintve nekem nem volt olyan nagyon nagy törés. Ha nem lennék ennyire maximalista, meg nem lenne ennyi önbizalom, ez a két dolog furcsa, mert a maximalista vagy, akkor ritkán vagy meg elégedett magaddal. Ugyanakkor az a néhány esemény, vagy az a néhány verseny, vagy a néhány bajnoki cím azért tényleg megvan a fejemben. Persze ilyenkor azért inkább kétségeim vannak magamban, meg az autóval kapcsolatban, meg a kettőnk összhangjával kapcsolatban. Másban nem tudok meríteni, csak abból, hogy tudom, hogy nem felejtettem el vezetni. Aztán, ha ezt sokáig mondom, és ennek ellenére az eredmény nem látszik, akkor lehet, hogy át kell állítsa magam, hogy lehet, hogy elfelejtettem vezetni. Nem, egyszerűen azt tudom, hogy ez a BMW nagyon más, és meg kell találnom azt az ideális tartományt, ahol vezetnem kell, és ezzel még küzdök folyamatosan. Van nekünk egy kedves sportársunk, aki már nem versenyez velünk, de a Clio-ba együtt mentetek, Tele Gábornak hívják. Küldött nektek egy kis játékot, mert hogy a Norbi nagyon szeretné kipróbálni a kicsi helikoptert. Elhoztam. Most csak kipróbáljuk, mert azt tapasztaltam, hogy ha tényleg egy perc van rá, akkor szanaszét fogjuk törni az egész kamiont. Nézzétek meg, hogy milyen. Akinek ez tetszik, az a Mamutba elrohan megveszi, vagy a Dunakeszi Osánba, de itt biztos, hogy játszunk vele egyet. Először a Norbinak fogom odaadni. Mert meg bátran, mert ugye a saját fele elviszi. Még nyugodj! Gábor, küldjél egy másik helikopter! Miami, South Beach, bringing the heat, Can y'all feel that? Can y'all feel that? Jig it out, Here I am in the place where I come like... Nagyon jó! Hát nem hiszem el, és elá. Gábor, te jössz. Hát ez nagyon profi volt, gratulálok! Gábor, feladat ugyanaz, felé feltolod, megemeli. És a tenyeredre. És a tenyeremben, mondjuk, every time the ladies pass, they be like, can y'all feel me? All ages and races, real sweet faces, every different nation, Spanish, Haitian, Indian, Jamaican, black, white, Cuban or Asian. I only came for 2 days of playing, but every time I come, I always wind up staying. This the type of town I can spend a few days. Ő rádobta, de ő profi, egyszerűen fölemel azt ráengedni. Fiú, gratulálok! Party in the city where the heat is on.